Sziasztok! Én újra itt. Remélem most nem fog megfagyni. Kukában 48 perc felvétel. Igazából sok minden nem történt. Itt elkezdtük a felül. De nem már most. Újra ide rakt ezt a szart. Na jó, mindegy. Igen, ezeket kitörölöm. És találtam ilyen királynak tűnő felső vezetéket, ami tök jól néz ki. Tehát, mint látható, majd mindjárt látható lesz. Van tápvezeték minden rajta. És mint látható, csatlakozik a vezeték, még ha nem is követi pontosan a pályát. De van egy óriási bibi, méghozzá az, hogy nem táplálódik a villamos mozdony. Nyomtam egy tesztet ezen a kis pályán, és azt tapasztaltam, hogy ugyan zümmög a mozdony, hogy szeretne ő menni, meg kapcsol is a fokozatokat, viszont nincs meg a felső vezeték. Hát ugye, mint itt látszik, itt kétszer van felső vezeték, na most ahhoz, hogy ez tök jól nézzen ki, ahhoz ugye ezt ki kell kapcsolni, itt is lesz valahol egy kóbor oszlop. Így. Nem is tudom, hogy lehet itt menteni, hogy ez megmaradjon. Ez is kuka. Hát, tök jól megcsináltam az előbb a dolgokat. Gyorsan kikukázom, és nagyjából helyreállítjuk a dolgokat, ugyanis a német fényjelzők nem rosszak, csak nem vágom, hogy most melyik a fővonal, melyik bejárati, vagy szóval ilyenek. És így arra gondoltam, hogy vissza a MÁV fényjelzőkhöz, még ha nem is úgy működik, mint ahogy én azt szeretném. De ha bárki tudja. Érdekes. Bocsánat. Egy kis böfi mindig jól esik. Szóval ez itt megvan, a híd az megvan, akkor most csináljuk újra. Igen, ez 10, ez 15, jó, csak a vágány fölött. Nem jó, nem jó, nem jó, valami nem akar működni. Nem volt ez ennyire gázos. Kerek 15. Veszük 5-re. Aha. Ez így már mindjárt más. Mindjárt másabb.
25. Így ennél. Ez pedig innét elkezdik emelni. Most igen, így nem teljesen szálos. Legyen 15. Mindjárt másabb a helyzet. Egész jó, ez pedig egész jó lesz, csak mindjárt összehányom magam a kameraállás miatt. Így, hogy de szép lett ez, kivétel azt a részt, de hát ez le van ejtve, tojva, toja lett, olyan lett, kéne menteni. Kéne bizony menteni. Szóval. Hát igen, van egy pár fajta jelző. Mint hun. Hun. 3 aspect, main, distant, 2 speed. Aha, ja. Mert hogy ilyen fényjelző is van. Igen, 2 vágány. Ez nem jó, distant, 1 track, speed. Innen. Tök jól néz ki. És itt mentünk egyet, mert itt omlott össze az előbbi mellett Word Editor. És azt hiszem ugyanúgy folytatjuk. Igen. Kuka. 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 Kell nekünk a main signal, 4 aspect, azaz 4 fény és hűha. Nem ez, hanem szóval, hány vágányunk van? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Azt hiszem 6 vágányos. Hova is tegyük? Mondjuk tegyük oda. Akkor kell 1. Három, négy, öt, hat, hét. Jó. Na, szóval ennek így kell kinézni, és akkor működik elméletben megfelelően az egész jelző. Ezt is bepozícionáljuk gyorsba. Mely vágányokra legyen. Hát, na. Hát igen. Van, aki
hülyeségei a Rail Simulatornak is. What the shitting. És most remélem működni fog. Igen, na már csak egyel kell megküzdeni, ami ugyan innét fog jönni. Visszafelé, azaz kifelé. Kifelé már nem kell ennyire küzdőre venni a dolgot, mert már csak a három vágány kell. A fényezők azok tuti, hogy nem lesznek olyanok, mint amilyennek kéne lennie, de hát erre teszek, mert nem vagyok egy ilyen nagy akkora vasút fán, hogy fejből vágjam, hogy hova mi a jelző. Lusta vagyok utána járni, tehát nyugodtan lehet kötözködni, hogy az szar helyen van, ez szar helyen van. Itt lesz és kész. Nyomunk egy tesztet is. Azt lehet, hogy videón kívül nyomom. Mert lehet, hogy nem kíváncsi rá senki. Jó, már csak egy kell. Amíg több kell. Tehát ugye. Másik oldal az. Az egyelőre. Nem igazán izgat minket. Négy track. Nem, három track shunting volt. De hát már nem is figyeltem. De szeretem, amikor így hülyeskedik a Rail Simulator, és hát nem szeretem, de hát ez van. Ide teszlek. Oda teszlek. Oda. Oda. És oda, igen. Három track. Aha. Jó, jó. Most már vágom nagyjából. Gyakorlatilag az a lényeg, hogy a kimeneti vágányok számát kell figyelembe venni ilyenkor. És ez már meg. Azaz az számít, hogy ezt letesszük, ezt figyelmen kívül kell adni, amit elhagyunk, és az számít, ami itt lesz. Így. Most jön a másik fasz a rész, amikor be kell pozícionálni a jelzőket. Nem kell, de hát nem árt. Nem, ez kell nekünk. Hop. És akkor így. Mindenhol el kell játszani, hogy... Hogy is legyen. Köcsöljünk. A pöcsöljünk videó lesz. A távolság nem rossz, sem. Bár mondjuk rakjuk egy vonalba. Az egy vonal az legyen itt. Ennek pedig itt. Mondjuk legyen.
úgysem kell egy vonalba lennie, mert sehol sincs olyan, hogy frankon 90 fokban van a pályára, hanem merőlegesen. Ezt is valahol ide helyezzük, jó. Ilyenkor csak az igaz, hogy nem kell már sokat pöcsölni. Csak még többet. Rakjuk így egy vonalba. Nem tudom miért, de rakjuk egy vonalba. Jó. És majd meg is látjátok, hogy miről beszéltem igazán, ami miatt nekem ezek a fényjelzők nem igazán jönnek be, az a bokor elejére. Na, nem. Mindegy, legyen. Szexuálja meg egy talicska apró majom. Azért, hogy nem mindig lehet ott megfogni, ahol akarod. Így. Hát, egész pofás. De lehetne szebb is. De ne legyünk mindig tehetetlenek. Ő megvan, akkor ő van még. Tök jó, hogy visszaalakítom az egészet úgy, ahogy volt. Relatíva. Az állomás részt leszámítva. Mert az... az nem... nem így volt. Jó, ez is megvan. Azok bepozícionálva, az bepozícionálva. Az is. Ja igen, ezzel még cumi van. Ez hány trekkes? Hármas? Így aspect. Három track. Shunting. De ez a shuntingos. Nem szale. Oda egy. Hát ez elég lett volna a kettes is. Ugyanis csak két kimenete van. Something. Kettő. Mondjuk legyen.
Bazd már meg, ezt, na ezt utálom, látjátok, ezt utálom, hogy eltervezel valamit. Próbálnád lerakni, de ez a játék. Mondjuk, és elég sok játéknál van ez, hogy szeretnél valamit, de a játék nem szeretné. Ezért megszivat. Égni. Ezt még párszor el kell játszani. Mondjuk. Mondjuk ezt rakjuk csak így ide. Na, erről beszéltem. Kicsit így összetettebb lesz, mert akkor ezt ide, és akkor kell. Egy erre a vágányra, oda. Hogy is van? Három, négy, öt, ja, legyen így öt. De meg már csak a négy fény kell, és két kijáratos. Esetleg, ha ilyen pofázgatós, építgetős videó tetszik, vagy sem, akkor szívesen veszem, hogyha jelzitek. Na, kezdek fáradni. Két track shuntingos. Egyet ide. Ide. Szerintem az ilyen fényjelzőzős videó lesz. Ez is megvan. Kell még egy. Ide. Az is megvan. Egy, kettő, három vágány kell már csak. Ajjaj. Szerintem még egy.
4 aspect, 0 track vagy 1 track. Ezt pedig mint hát ezt így lehet jártam. És ide nem ez kell. Távolsági. Repeater. Hát nem is tudom. Legyen egy ismétlő jelző ki. Ki nem szállja le. Ez az baz. Hívni. Oda megrakunk egy autó. Fény autót. Teszünk. Ami, hűha, hány vágány is legyen, legyen egy, kettő, három, négy, öt, hét, még, track, shuttingos. Ez a pöcsölős meló. Egy. Kettő. Három. Aha, több kéne. Egy. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Ide egy shuntingot teszünk. Jó, ez nem az. Speed limit end. Hol van a shunting main? Ez two repeater shunting. Nem pont ez. Nem pont ez. Dwarf talán. Aha, ő az. Ezért nem tudom, mennyire lesz életszerű, de én most ezt így fogom csinálni. Ide is teszünk egyet.
Dwarf. Shunting. Hello, szia, szevasz. Van nálatok terasz. Ha nincs nálatok terasz, akkor hello, szia, szevasz. Na, nem egyszerű. De legalább bonyolult. Hülye gyerek. Mit csinálsz? Kamera, kamera föl. Ott egy három vágányos fényjelző kell. Egy, kettő tolatós. Ez nem tudom mennyi lesz életszerű, de hát pont teszünk rá, pontot teszünk rá. Jó. És akkor ide még dobunk neki egy. Két aspektest. Egy három vágány. Három vágány és két aspektes. Ami. Egy. Kettő, három. Aztán ott kiderül, ez hogy működik a való életben. Mert ugye arra a vágányra kell húzni ezt az érzékelőt, amelyikkel szeretnénk, hogy interakcióba lépjen az az egész cucc. Mondjuk ezt odahúzzuk, ezt odahúzzuk. Nem az jó helyen van. Ajajaj. Nem jó, nem jó. Az az egy kell. De... Jó van. Köszönjük, Kemese. Igen, az egészet kijelöltem és arrébb húztam, ezt nem kellett volna. Így már mindjárt másabb. Azaz, hogy ezt így... Tehát így ide. Kicsit arrébb. Őt pedig... Hát úgy ide. És akkor egész pofás. De hogy ez mennyire fog így jól működni, avagy sem. Na mindegy, majd meglátjuk. Van tolatás. Jól van. De is teszünk még. Nem tudom minek, de teszünk. Ja, bár itt van. Na mindegy. És akkor azt hiszem, hogy itt az ideje tesztelni. Őt levárjuk. Ha, nem így kell tesztelni.
nem teszünk egy vágány darabot, mert ez jó is lesz. Egy mozdonyt rácsattintunk a vágányra. És akkor kérdés, melyik legyen az a sok közül? Aerosoft. Legyen ez Roy Billionos 32. Csak meg lehet, hogy nem ezt kéne, mert Virtual Heroes-os. Nézzük, abból van-e. Virtual Heroes 232 Railgun. Hopp. Az nem jó. Hát akkor T44. Tetszik ez a mozdony nagyon. A svédek nohabja. Ez ő is egy nohab. Nézzük, mit tudunk vele kezdeni. Remélem nem fagy meg. Játék. Nincs fordulat. Őt így kell indítani. Because
nem pont így gondoltam. Thank you.
működik ebben a verzióban. Van egy animátorunk is, király. Működik. Itt is akartam, ja igen. Megszerkeszteni ezt. Tolatási jelzőt. Hopp, 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 hopp. Szerintem ő így működik normálisan, hogy ért ide. Ért ide. Aztán kiderül. Thank you.
ezt majd később megoldjuk. Ez egyelőre ennyi volt. Ha tetszett, tetszett, ha nem, akkor így jártam.